nagyon kevesen tettek azért valamit, amiről beszéltek. Nézzétek meg a következő bejátszásokban erről a témáról az elmúlt években hányan beszéltek, és valójában hányan tettek ezért bármit is. Nagyon szép napot kívánunk minden VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőjének. Viva Natura, Vivát Natura adássorozatunkban Hatvani Galinával beszélgetünk. És mit kell tudni arról, amit ő tudott, amit most már onnan, hogy a halálával megpecsételte azt a sorsát a világnak, hogy egyre többen milliárdok tudnak már arról a tudásról, amiről ő beszél, és lehet, hogy ha csak egy ilyen kis elnyomott tudósként élte volna tovább az életét, soha senki nem tudja meg, amiről ő beszél. A Orosz Tudományos Akadémiának az irányzat az mindig ellenezte az ő kutatásait. Akkor ugyanez valószínű, hogy az Orosz Tudományos Akadémia fellegvárait hasonló erők irányítja? Így van, mert állam az állam. Egy speciális lézer technológiával ezt le tudta olvasni, és hangokra áttenni, és ezt a hangos zenét, úgynevezett a zenét, ha te hallgatod, akkor végbe megy a szervek regeneráció, az immunrendszer erősítése, még minden, és ez úgynevezett genetikai mátrixet, amit ő csinál. És ugyanúgy vissza tudsz fiatalodni, mert így van. Utolsó előadásában pont arról beszélt, hogy ezt a vírusos betegséget hangokkal lehet gyógyítani, de egy kicsit még hagyjuk ezt pattogni, mert talán meg a legnagyobb tudása az, hogy bármilyen törvények alkotta óriási nagy világhatalmat készítenek, ők még sokkal kisebbek annál, mint amit a teremtő alkotott, és ezt ők elfelejtették. Ki szabadult a palacból a szellem. Azzal foglalkozunk mai adásunkban, hogy mit feltételeznek a hullám genetika tudományával foglalkozók a koronavírus egyik lehetséges terjedési formájával. Pyotr Gragyerjev akadémikus, akit 2020. október 20-án hivatalosan Nobel-díjra terjesztettek fel. 1984-ben kezdte meg kutatásait a genetikai kódolás területén. 1994-ben létrehozott egy genetikában teljesen új irányt, amit hullámgenetikának, majd később lingvisztikai hullámgenetikának nevezett el. Gragyerjev professzor és munkatársai szerint a DNS nem csak elektromágneses energiaadóvevője, hanem képes felvenni a sugárzott információt is, sőt, alkalmas arra is, hogy azt értelmezze. Ez másképpen megfogalmazva azt jelenti, hogy a DNS egy bonyolult, interaktív és fényvezérlésű biocsipajnak 3 gigabit tárolási kapacitása van. Később ismét megjelenhetnek anyagként ugyanúgy, ahogy azt a fotonok, az elektronok és más elemi részecskék területén a kvantumfizika már bebizonyította. Hogy tökéletesen bedarálják a nemzetgazdaságokat, ugye látjuk, hogy most Európa végleges tönkretétele megy gazdaságilag, ezt, hogy nagyon jó kis kép volt, hogy a szankciókkal egy jégtáblán körbevágják maguk közül a vizet, és ők fognak elsüllyedni. Drábik János szavait fogom idézni, hogy Németország szégyelje magát ebbe az egész dologba, hogy így beszállt az oroszokkal szembe, de viszont a legnagyobb félelme ennek a Big State-nek, hogy Deep State-nek, bocsánat, hogyha Németország zsenéltása és az orosz gazdasági hatalom összeér, akkor ők lesznek a világ vezető hatalma, és ezt folyamatosan hangoztatják, ezt ők nem engedhetik meg. Nézzük mindig a realitást az oldalukról, ezért van ez a dolog. Ugye a másik a népesség csökkentése című történet, Bardó Zsuzsana professzorasszonynal ti is csináltatok riportot, mi is ezt megénekeltük, hogy ilyen zavaros időben zseniálisan lehet ezeket a dolgokat tovább csinálni. Most látszólag mindenütt föloldanak mindent, ugye Magyarországon is hamarosan bekövetkezik, de a WHO-val egy olyan világegyezményt akarnak minden állammal aláíratni, hogy ők akármilyen járvány esetén az államok fölött most már nem kell majd itt bármiféle felhatalmazást csinálni, a rendőrséget, az egészségügyet, mindent irányítanak, akár ők elrendelhetik a kötelező oltást, ez nem lesz lehetősége, hogy egy nemzetállam ezt meghatározza. Na most ez nagyon fontos dolog lenne.
lenne minden önálló gondolkodási nemzetállamnak, hogy azonnal függessze fel a WHO-val a kapcsolatát, mert az a bocsánat, népirtási törekvés, ugye látjuk, hogy kőve van vésve, ez már hogyne, Georgiában. A georgiai kövekben, hogy az emberiséget csökkenteni kell. Most ezek a zavaros időszakok tökéletesen működnek, és nehogy azt higgyük, hogy nem egy csapat ez az egész, tehát hogy nincs benne Kína is például, aki alig várta már, hogy legyen egy olyan kis szituáció, vagy esetleg Tajvant meg ott azon a környéken rendet tegyen. A hónapokban meg fogjuk látni, ő most itt a királylány, aki mindenki fel akar kérni, Kínával mindenki most jóba akar lenni. Ugye Amerikának meg az a fontos célja, hogy itt Európa elfoglalja önmagával magát, ne foglalkozom velem, akkor tud Kínára fókuszálni, de ugye azért a kínai sárkány nagy falat a számára, sok a csípős kaja a kínai étteremben, nem biztos, hogy ő bele fog ebbe fogni. Viszont a jó hír az, hogy 4 darab itt van raktáron Bécsben a készülékből, illetve 5. Az egyik az számla nélküli, mert használt készülék. És az viszi, aki a leggyorsabban ír nekem e-mailt, és azt mondja, hogy kell neki. Ő viszi el. Itt lehet Bécsben átvenni, a többi 4-et, azt ki tudjuk küldeni GLS-sel. Az viszi, aki a leggyorsabb. Ez az eredeti hullámgenetikai Gardiev modulátor. Több nem lesz belőle valószínűleg. De a tegnapi videóban kitértem arra, hogy mi lesz a szegényekkel. Hogyha nem tudjátok, hogy miről beszéltem, részletesen nézzétek meg a videót, amit itt a videó alatti leírásban találtok meg a linket, csak rá kell nyomni, és egyből látjátok a videót. A videón, amit láttok készüléket, ez volna az eredeti hullámgenetikai modulátor. Ez egy viszonylag egyszerűen használható készülék. 2 darab tekercset tartalmaz, ahogy látjátok, egy nagyot és egy kicsit. A kicsi az egy fókuszáltabb, belső szervekre, szemre például, máshogy működik, mint a nagyobb tekercs. Olyan technológiát használ, amit az említett műsorokban fejtegettek. És ennél sokkal többről van szó. De a YouTube korlátozásai miatt erről semmit sem beszélhetek. Úgyhogy legyen annyi elég, hogy a Matrixokkal kell használni, ezek hangfájlok. Megvásárolod, tehát attól függ, milyen probléma van, be tudod kategorizálni az adott problémakörbe. Megvásárolod az adott Matrixot, letöltöd, zip file, kicsomagolod, hangok lesznek benne. Különlegességük ezeknek a hangoknak, hogy hallgatva is működnek. Hát legalább 3-4-5-ször hatékonyabbak készülékkel, de hallgatva is jól működnek. Döbbenetes tapasztalatok vannak. Thor Zenpeak csoport. Ajánlom. Kicsit lejjebb kell görgetni, és ott vannak a tapasztalatok. Készülékhez van 2 darab tekercs. Oda kell helyezni, a probléma van. Eltört a keze valakinek. Helyezd oda? Hogyha mondjuk allergiás problémái vannak, solar plexus. Mindig oda kell helyezni, a probléma van. Ha nem tudod, hogy hol a probléma, akkor solar plexus. Illetve szemnél természetesen szemkezelése is van lehetőség. Jobb szem, bal szem, 15 perc, és hátul állítás, feldolgozás központjánál is 15 perc, jobb oldalt, bal oldalt, így kell használni a készüléket. Hivatalos az egy fizioterápiás készülék. És az elmúlt, hát körülbelül 3 évben összesítettük a technológiai lehetőségeket, és kifejlesztettük az új modulátort, aminek Zenpeak a neve. Ha néztétek a csatornán a videókat, akkor tudjátok, hogy meddig jutottam, mert tudjátok, hogy nagyon messzire, én úgy érzem. Ha megértettétek, akkor talán tudjátok azt is, miért vitték el ilyen gyorsan a modulátorokat, az újakat. Noha, nem kimondottan olcsó. Ugye az a kérdés, hogy mi a helyzet a szegény emberekkel. Most a szegény emberekkel meg az a helyzet, hogy ne vegyék meg a Matrixokat, és ne vegyék meg a készüléket. Ilyen marketinget sem hallottatok még valószínű. Velük az a helyzet, hogy menjenek el Miskolcra, ha tehetik, és próbálják ki a Gardiev kapszulát. Ez egy olyan ágy, amiben Kozirev tükör is található, valamint az összes Matrixot ki tudják próbálni, hát nyilván attól függ, hogy milyen probléma van, egy nap egyfajtát szabad csak. Illetve 5 naponként egyfajtát, tehát 5 nap. Egyfajta, 2 napszünet, aztán jöhet a másik fajta. Attól függ, milyen problémák vannak. Érdemes kipróbálni, mert egész Európában csak ott található meg. Utoljára mondom, az viszi ezt a 4 gépet, aki a leggyorsabb. Ennyi volt a mai videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!